Na hello mindenkinek, ez a GTA 1 multiplayer játék, tehát én vagyok a sárga és a zöld játékos ellen fogok dolgozni. A zöld játékos jelen esetben Vaku, szia! Hello! Azért hallatszik ennyire rendkívüli módon tisztán, mert közben mi csalunk a TeamSpeak nevű programma, és így az ő hangja is felvételre fog kerülni. Most megszereztem a lángos autót, ami ugye a leggyorsabb jármű a játékban. Gyorsabb, mint a rendőrautó. És hát ugye rendkívüli módon sérülékeny is cserébe, tehát törékeny kis jószágról van szó. Úgyhogy valamennyire próbálom redukálni a törések valószínűségét. Sajnos nem látok ládát, tehát ez valamilyen okból kimaradt, illetve hát itt a rabláda nincsen sehol. Igen, szépen kényelmesen elfértem. Ott egy láda lenn. Csak hát ezért nem kéne leugrani, hanem megpróbálok leugrani. Hallottam, szép hát, volt. Ez igazság szerint nem sikerült olyan jól. De már van 140 pontom. Ami nem számít egyáltalán jónak. Szereztünk egy lila autót, gyönyörű szép bugyi rózsaszín, mit tudom én, lila. Ott viszont van egy láda. Ládenková, Szopolova. A leginkább ellenkező irányba megyünk, mint amerre kellene. Mindjárt kijavítjuk ezt a hatalmas hibát. Ez az. Elmegyünk ezzel a járgánnyal és megtérítjük a Vakula hitét. Én leszek a hittérítő. Ugye látjuk a hatalmas feliratot a járművön. Tehát aki nem tér meg, azt kőkeményen bebörtönözzük, hát hogy valamit kitalálunk, csak neki fájjon. Nem egyszerű vele kanyarodni, azt kell mondjam, még az egyenest is nagyon nehéz megtartani. De legalább már van 1000 pontom. Most hol van a Vakula? De szerintem valami hátsó kertben kummant. Próbálok bemenni, mert itt láttam nem egy fegyvert, csak azokhoz... Ezt megoldottam, csak nem tudom mit. És... és én haltam meg. Úgyhogy 20.000 pontja van a zöld játékosnak, Vakulának. Ismételten a kórház nevű épületből szabadulva. Doktorok már ismernek egyébként, hogy... Már megint maga az? Valami normálisabb verda kéne, mert ezekkel a taxikkal nem megyek ám semmire. Nézzük ezt a piros csippet. Ott ment alul egyébként a jó autó. Megint teljesen rossz irányba megyünk. Nem tudom, hogy mennyire fog zörögni a felvételen a hang. Itt most egy picit, mintha zörögne. És nem tudom, hogy miért. Na, mindegy. Megtaláltuk a lángos autót ismét. Szépen kimegyünk a piros lámpa tiltójelzése ellenére. Ó, de szépen tudok vezetni. Pedig van jogsim. Ott van lenne egy lángszóró szerintem. Nem tudom egyébként, hogy az micsoda. Csak úgy gondolom, hogy lángszóró, mert nem jó irányba jövök. Ez tolatva gyorsabb, mint a busz, hallod? Ez milyen? LOL! Nem tudom, mi történt, csak azt hallottuk, hogy Leugrottam a dobozért, hogy dobozért, azt meghaltam. Igen, én is meghaltam, amikor leugrottam a dobozért. De rakétavető volt benne. Mekkora vércsíkot húzott. Mekkora? Hát ilyen 6-7 méter esett talán. Ugye méretarányosan. Jó. Közben egyfolytában próbálom a pontokat gyűjteni, mert nekem még csak 3000 pontom van, és az nagyon kevésnek számít, meg ráadásul ha már itt vagyok lenn, ezen az alsó részen, egy kicsit belaggolt, nem tudom miért, akkor megpróbálom felfedezni az összes ládát, ugye? Mert az későbbiek folyamán rohadtul jól fog jönni, amikor végre találkozom majd Vakulával.
furcsa hangja van ennek az autónak, remélem a felvétel nem lesz ilyen rettenetes. Vasárnapi köcsög! Hát ez... nem nyert. Hehe. Azta is, én is meghalok! Itt lelőttem mindenkit! És? 54 ezer pontom van. Mert ugye nem az a lényeg, hogy hány fragod van, hanem 200 ezer pontot be kell gyűjteni. Hoppa. Nekimentem a másiknak, 10 pont. Ott egy lángos autó. Ugye ezzel a ladával nem hiszem, hogy utolérem. De szerencsére sikerült utolérni. Ott a Mamba mögöttem, az se egy gyenge gép egyébként. Most nem húztam vércsíkot. Nem is baj, nem kell mindig gusztustalankodni. Itt egy zöld ember, azt hittem ő a vaku. Hát az átült a Viperbe, az nem szaroz már. És nálam semmi, bassz meg. Na jó. Nézd, oda széttöri az autómat! Köcsög! Az a baj, nem tudom hol van. Itt van fönn, biztos itt van fönn. Az igen, milyen S alakú izéket húzott ez a hülye. Na most találj meg. Hamar megtalállak, ne aggódj. Lehet, de nem. Ah, fenébe. Megtalállak, ne aggódj. Na most hová lett? Itt van Nick. De mindent összetörik. Így sokkal több pontja lesz, mint nekem. Mi a picsa volt ez? Nem már! Á, francba! És nem azt lőttem le, mert az ott volt jobbra, ott láttam egy ember. Azt hittem, az volt vakula. És nem. Úgyhogy a zöld játékosnak... Begyulladtam. Az nem baj. Az nem baj. Mert itt nem számítanak a fragok, tehát hogy hányszor ölsz és hányszor halsz. Itt csak az számít, hogy hány pontod van. Megpróbálok átvágni ezen a sikátoron. De hát ennek a hülyének már rég van autója. Motor. Akkor az. Azt a kurva! Megyek én minden irányba. Jó, hogy itt fal van. Nem áll! Ne, kelj föl gyorsan! Hú, bassza meg! Lőszer off! Nem baj. Menjünk ezzel. Megint ismételten megpróbálok átmenni. Hát ez nem jó hely. Most fogalmam sincs, hogy hol vagyok, de ez nagyon nem jó hely. Menjünk fölfelé ezen a négy sávoson. De jó, egyébként kis motorral el lehet tolni ezért. A nagyobb járműveket. Nem megyünk be, mert az levonja... Hoppá, itt egy láda. Vaku meg fölvette a belső ládát, rohadjon meg. És most hol van? Oh! Pedig azt hittem, hogy lebírom lőni, hát nem, 66 ezer pontja van. Szemétnek. Sarok mögül, kinéz, ki az? Pofon. Ez kurva jó lehetett egyébként. Jön emberünk. Ki az? Oh! Na jó van. Szép vércsikot húzunk megint. Aztán fölmegyünk a vakuért, azt jó elkenjük a szájunkat. Elkenjük a száját. Ott kéne lemenni, mert ott volt egy láda. De itt van a lehajtó. Ó. Nem jártunk vele túl jó. Ezt autóval is föl
Azt hitte nem lehet följönni autóval, szerintem azért ment gyalog. De hittem, hogy ott vagy. Ott voltam lenn, hát lementem a dobozért. Egy-egy az állás és 70 ezer ponton. Most ez mi a picsa? Ó, azt hittem, hogy eltévedtem. Ott megy a szemét. Vasárnapi mazsol... Bazd meg. Itt megy előttem a... neki megy a fára. Ó, oh, bazd meg. Köcsög. Aszta. De ez meg fölvet valami ládát. Mert ezt is hallani. Hogy tyú. Na most vagyok bajba. Futás. Basszeg, ez nagyon szar ez a gép. Hát az túlzás, hogy szín... Ha megint megpróbál kicsinálni ezzel a szemétládi. De most ez fölment a hídra az a szemét? Le. Lement. Ezt körbe kell mennem hozzá a félváros. És itt a tűzoltó oltotta a tüzet. Nem, én nem tudom irányítani a izét. A vízágyút. Emlékeztem, hogy oltja a tüzet egyébként a tűzoltó autó, csak a vízágyút nem tudom irányítani. Tehát a GTA 2... Ott volt egy láda. A GTA 2-ben a dolog úgy működött, hogy a tab és még a jobbra-balra nyíl, azzal forgattad a vízágyút, és utána... Azt hiszem át kéne mennem fölfelé. Az igen! Emberünket jó szétkentem. Elég gusztustalan. Na mindegy. Aszta, de jó lövés volt! És még lelőtt a szemétládája! És több mint 100 000 pontja van már. Tehát neki már csak még egyszer ennyit. Tényleg. Én vagyok a sárga. Akkor jó. Hú, már megnyugodtam. Nem jön autó. Ó! Oh! Mondom, nem jön autó! Jött. Hogy rádrifteltem. Jött egy autó. Na jó. Fegyver nélkül ez nem fog menni. Nézzünk valami jó kis fegyvert. Legalábbis azt hiszem. Fogok is találni. De ez nem olyan, hogy kirakják az utcára a fegyvert. Hanem olyan, hogy ez el van dugva. Tehát ezt vagy tudod, hogy hol van, mert olyan szintű pályaismerettel rendelkezel. Vagy buktad. Mit vettél fel? Semmit. Nem, most nem vettem föl semmit. Majd csak most fogom fölvenni. Az, az állatja. Ez is vagy öttyé. Hoppa. És leterítettem emberünket. Rakéta veszélyben akartam azt kérdődni hirtelen, de... Hat darab lőszerem van, hat. És azzal nem nagyon fogom megbuktatni a monetáris rendszer. Megvárjuk a ládát. Hát, ha visszahozzák. Az jó lenne, ha visszahoznák. Nincsen egyébként fegyverem, ott a bal felső sarokban ez látszik. Mi lesz már? Mi lesz már? Nem adják vissza a ládát. El kell menni máshova. Vagy lehet, hogy csak akkor nem adják vissza a ládát, ha nézem, vagy... Időtől függ. Itt egy lángos autó. De szerintem sajtos tejfölös olyan színe van. Wheelspin. Próbálok ezzel hangot adni, mert ugye a játékhoz hozzáadott hang az nem túl hiteles.
Az állatja! Nagyon vakú. Nincs fegyverem! De jó. Bam! Kösz, vakú! Az a baj, hogy nincs már lőszer nálam. És elfogyott a fegyver! És a szegény csávó, aki benne volt az autóban, csak azt látja, hogy két hülye. Hogy a két hülye egymás lövi, én meg pont a kettő között vagyok. Hát nem egyszerű. Valami stukkert kell nézni, valami nem lassan. És ugye a vakú az meg egyfolytában nyomomba van, mint az állat. Túl gyorsan állt meg egyébként. Tehát ilyen gyorsan nem lehet megállni, mert én is abban a pillanatban nyomtam a féket és... Ne! Ne! És megvan. Jó van. Tis! Tis! What the idea? Mi az ötleted? Kapsz egy pofa. Kocsog. Megpróbáljuk megkeresni a vakulát, mint olyat. Ott jön szembe. A picsába. Oh. És egy... Nem, engem találtál el, csak a bal oldalt fönt nekem van egy armor, amit valahol találtam, és már csak kettő golyót él túl. Tehát eltaláltál előbb, mint én téged. Tehát nekem kellett volna meghalni, ha... Nem lett volna armorom, de volt egy armor, ami pont megmentette az életemet. Király. Ugye pontokat kell szerezni, és a pontszerzésnek ugye több lehetősége van. Az egyik az ez. Hoppá. De ne hülyeskedjünk már. Nem már, és elment ez a pozit. Most az a baj, hogy amikor kiszáll az autóból, akkor mindig van nála valami fegyver. Ez mekkora elütés volt. Nem már, azt az autót akartam, azt az ődet. De hát ez rohadtul nem akart sikerülni. Közben ott lenn meghaltak ezek a hülyék. Kell a 700 pont egyébként. És ha lelököm az autót, akkor azért is jár pont. Persze, hogy jár pont. Hát mindig jár pont, érte. És nem halt meg. Össze-vissza tört az autó, de nem halt meg. Jaj, ez mekkora poén volt? Micsoda? Azt te voltál? A vizé voltam én, a Porsche is. Ja, jó. Azt hittem, nem te vagy. De. Éppen ezeket csináltam, hogy lögdöstem le az autókat, megjelent vakula, és akkor téged is lelögtelek. An epic fail volt az állat. Mert egyfolytában lögdöstem lefelé ezeket a gépeket. És a mentőautót, az nem robban föl az első ütődéstől. Jaj, mit csinál az a csávó? De lehet, hogy csúnya dolgot akar csinálni. Ugye... Rohadj meg! Ugye emberünket azért csak ki lehet készíteni. Hát ha nem is gyorsan, hanem lassan, de hát akkor is ki lehet. És hát ugye rengeteg pontot lehet ezzel gyűjteni. És mint látjuk, ugye vakula az nem nagyon
Itt egy lángos autó. Jaj, nem bírom kiszedni. Nem már. Na jó van. Ez nem semmi az a játék. És nem bírtam elütni. Hát pedig. És majdnem, és nem ment át rajtam, mert majdnem elütött, de éppen, hogy nem ütötte. Nagy szerencsém volt azért, hozzá kell tennem így zárójelben. Hoppa! Na? Kifagyott a játék. Ez nem. Vége, nyerti. Még megy, csak nem tudom, hogy megy-e a felvétel. Én is ment vagyok. De a felvétel megy-e. Én mindig játszom, mint a menne. Bazeg. Na mindegy, gyorsan elintézlek, az jó van. Csak az a baj, hogy nem mindig hagyja magát az ember. Ó, bazd meg, zsákutca. Zsákutca. Hát ez nem volt. Nagy rombolás lett volna. Hát ez nagyon durva lett volna, bizony. Nem sok hiányzott hozzá, hogy trrrrrrr. Vakula mindent kiírtson. Az nem a vakula volt, az ugyanúgy zöldinges. Vagy gatyás, vagy mi van. És fölült a motorra ez a buzi. Na jó. És megvan a 200. GG. Nem mondanám GG-nek azért. De jó játék volt.